szépen a kórusnak az éneket, meg a zeneszámot. And happy Sabbath to all of you. Boldog szombatot kívánok mindenkinek. It's good to be back with you. Örvendek, hogy újból közöttetek lehetek. I hate to admit it, but I have been sick for 3 weeks. Szégyellem beismerni, de beteg voltam 3 hétig. I never get sick. Nagyon ritkán vagyok beteg, szinte soha. Pride in the fact that I never get sick. És büszke vagyok arra, hogy én nem betegszem meg. But this time I really got sick. De ezúttal igazán lebetegedtem. What happened? Mi történt? I violated the law. Egy törvénynek, megszegtem egy törvényt, nem engedelmeskedtem neki. Please know, and I am confessing. Most beismerem a bűnömet. You never get sick without violating the law. Mert soha nem lesz az ember beteg annélkül, hogy valamilyen törvénynek vétene. Sickness does not come without a cause. A betegség nem ok nélkül jön az életünkben. There's always a cause. Mindig oka van. And I thought it was something else until my brother told me what it really was. Én azt hittem, hogy valami más az oka addig, amíg testvérem rá nem mutatott, hogy tulajdonképpen mi az. I don't think he intended to tell me, but he told me anyway. Nem hiszem, hogy ő meg akart engem fedni ezért, vagy ez lett volna a szándéka, de mindenképpen megtette. I was wondering why I was so sick. Mert I never get sick. Nagyon csodálkoztam, hogy mitől betegedtem meg, hiszen én soha nem vagyok beteg. I even had a tüdőgyulladást kaptam. Which is a serious problem. Ami egy komoly betegség. And I was wondering why. És csodálkoztam, gondolkoztam, hogy vajon miért. You know what he said? És tudjátok, hogy mire jöttünk rá? He said, when your feet get cold and wet, that will make you sick. Mikor a lábad megfázik és vizes, akkor attól lebetegszel. And I got to thinking. És kezdtem gondolkodni. Were my feet ever cold and wet before I got sick? Volt-e a lábam hideg és vizes, mielőtt beteg lettem? I have some old shoes. They're winter shoes, but they leak. A régi téli bakancsomban bemegy a vízujjamban. And when it's cold, nothing leaks in. It's fine. Mikor hideg van és hó, akkor nincs semmi probléma, mert nincs a But I took a walk and it was melting. De sétáltam, amikor olvadás volt. And my socks got very wet. És beázott a cipőm, az okom is vizes lett. And my feet got very cold. Nagyon megfázott a lábam. And I came back and I rubbed them a little bit and I thought, oh, this is okay, I'll be all right. Mikor hazajöttem, egy kicsit megmelegítettem őket, és azt gondoltam, hogy na, rendben leszek. Next day I got sick. De a következő nap lebetegedtem. Be careful with your feet, okay? Úgyhogy vigyázzatok a lábatokra. Keep them dry. Tartsátok szárazon is. Keep them warm. Melegen. Very important rule. Nagyon fontos szabály. I've learned it. Én megtanultam. I have new boots. Most új csizmám van. My brother bought me new boots. Testvérem vette nekem. I képzettem neki persze. But they're really good boots. De nagyon jó csizmám. And they don't leak. És nem ázik be. So I'm not going to get cold feet anymore. Úgyhogy többet nem lesz hideg a lábam. It's good to be back with you. Örvendek, hogy újból egy alakítani. I want to thank my dear brother here who was planning on preaching. És szeretném megköszönni a testvéremnek, aki szolgált volna ma délelőtt. For the opportunity to continue in our series. A lehetőséget, hogy folytathatjuk a sorozatot. Thank you, my friend. You're welcome. We are studying about the law of reciprocal influence. A visszahatás elvével foglalkozunk. Now some of you have been here before and you know what that is, but some of you are new. Egyesek itt voltatok az elhangzott előadásokon, és tudjátok, hogy miről van szó, de vannak új személyek is. So I'll need to review just a little bit. Úgyhogy egy picit ismételek. But before we review the rules we asked to do our things. De az ismétlés előtt miért állunk meg egy kevesebb barátai? Miért kell megálljunk? We must pray. Kell imádkozzunk. Pray for who? Miért imádkozzunk, kiért? For the presence of the Holy Spirit in our hearts and minds. A Szentlélek jelenlétéért, szívünkben és elménkben. Please remember, spiritual things are only spiritually discerned. Jegyezzük meg, hogy lelki dolgokat, lelki képpen tudunk megérteni.
Jesus wants to come in. Jézus be akar jönni szívünkbe. He's knocking at the door of your heart right now. He wants to come in. Ő kopogtat most szívünk ajtaján, mert be akar jönni. He wants to come in and sup with you. Eat this meal with you. És velünk vacsorálni, megosztani ezt a lelki táplálékot velünk. We're going to do that. We're going to be feeding ourselves spiritual food, bread of life. Az élet kenyerével, lelki táplálékkal fogunk táplálkozni. And he wants to be there with us, partaking of that spiritual food. És Jézus ott szeretne lenni jelen velünk, részesülni ebből a lelki táplálékból. Because only as he is with us can we be blessed by this spiritual meal. That's the only way. De csak akkor részesülhetünk az áldásban, hogyha ő is jelen van. Ez az egyetlen módja. Naturally, we have no hunger and thirsty for the bread of life. None whatsoever. Mert természetes módon nekünk nincsen semmilyen vágyulásunk, vonzalmunk, étvágyunk a lelki táplálék iránt. Naturally, we cannot digest spiritual food. Impossible. És természetszerűen nem tudjuk megemészteni a lelki táplálékot, ez lehetetlen. We must have the Holy Spirit for both an appetite and the ability to digest spiritual food. We must have it. Szükségünk van a Szentlélek jelenlétére, ahhoz, hogy étvágyunk legyen a lelki táplálék iránt, és hogy meg tudjuk emészteni azt. I want you to be blessed by this spiritual food. Szeretném, hogy áldásunkra szolgáljon ez a lelki táplálék. That's why I plead with you to ask for the presence of the Holy Spirit as we eat together. Ezért kérlek, hogy kérjétek a Szentlélek jelenlétét erre az előadásra, amit együtt táplálkozunk. I will ask him to wash me, that I might not contaminate the food as I handle it. Megkérem, hogy tisztítson meg engem, hogy ne fertőzzem meg a lelki táplálékot, amit nyújtom számotokra. Pray for my brother as he translates. Imádkozom testvéremért is, aki fordít. And I'll also pray for you. És imádkozom értetek. Please pray for me. Kérlek, is imádkozzatok értem. Let's take a few moments of silence. Hadd fordítsunk egy pár pillanatot csendes imára. Father in heaven, I come before you in Jesus' name. Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd. I'm so thankful that he represents me to you. Köszönöm, hogy ő képvisel engem előtted. I'm so thankful that I'm accepted in the beloved. Köszönöm, hogy elfogadsz engem általad. He is the only reason that I have the courage to stand in your presence right now. Egyedül általa van nekem bátorságom megállni előtted. As I look within myself, I see nothing worthy to make me presentable to you. Mert ahogy magamra nézek, nem látok semmit, ami méltóvá tenne arra, hogy előtted megálljak. But I don't look to myself, I look to Jesus. De nem magamra nézek, hanem Jézusra. And worthy is the Lamb that was slain. És méltó a megöletett bárány. Jesus, thank you for representing me. Jézus, köszönöm, hogy képviselsz engem az Atya előtt. And Father, I ask you just now for the outpouring of your Holy Spirit upon each one of us. Atyánk, kérlek, tölts ki szent lelkedet mindannyiunkra. We need the latter rain power, Father, please. Szükségünk van a késői eső erejére, Atyánk, kérlek. We are a dry and thirsty land. We need the outpouring of the Holy Spirit in rain upon our hearts. Olyanok vagyunk, mint a száraz, szomjas föld, aminek szüksége van a Szentlélek esőjére, szívünkre. We have the seeds of truth, but the soil must be prepared by the rain. Megvan bennünk az igazság magva, de a talajt elő kell készítse az eső. Please work that miracle and make it possible for us not only to receive the seeds, but for those seeds to germinate and take root and bear fruit in our lives. Atyám, kérlek, hozd létre ezt a csodát életünkben, hogy ez a mag kikeljen és gyümölcsöt hozva a szívünkben. Father, we want to be more like Jesus. Atyám, szeretnénk jobban hasonlítani Jézushoz. We want to grow into his character likeness. Növekedni szeretnénk az ő jellemének a hasonlóságára. But to do that, we must be transformed by the renewing of our minds. De ehhez szükségünk van arra, hogy elménk megújuljon. By the power of your Holy Spirit, help us to receive the truth.
Szent lelked ereje által segítsél meg, kérlek, hogy elfogadjuk az igazságot. Changed in our thinking and our feeling. Hogy az megváltoztassa a gondolkodásunkat és érzelmeinket. Help us in beholding Christ to be changed from glory to glory. Segítsél meg, hogy Krisztus szemlélve átváltozzunk dicsőségből dicsőségre. From one stage of character development to another. A jellemnevelés egyik pontjáról a másikra. Atyám, kérlek, használj fel, amint az igazságot megosztom. Légy kérlek testvéremmel, aki fordít. És különösen légy mindannyiunkkal, amit együtt tanulmányozunk. Áldj el meg, kérlek, hogy hasonlókká legyünk Jézushoz. Ez az én kérésem az ő nevében. Amen. Talk about today is how we test our own hearts and discover how it is with our souls. Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vizsgáljuk meg a saját szívünket, és fedezzük fel az állapotát. Is that important to do now? Fontos-e megtenni ezt most? Yes, it is. Igen, fontos. Miért? Because we are living in the anti-typical day of atonement. Azért, mert a nagy engesztelési nap előképe alatt élünk. In fact, we're right at the close of the anti-typical day of atonement. A nagy engesztelési nap idejének az utolsó pillanatai előtt élünk. When did it begin? Mikor kezdődött, pillanataiban élünk. Mikor kezdődött az? 1844. And God started judging the dead. Amikor Isten elkezdte az ítéletet a halottakon. And very soon he will begin judging the living. És nagyon hamarosan az élőket fogja megítélni. And we've talked about that before. Már beszéltünk erről. The Bible indicates that there is an economic crisis when the judgment of the living begins. A Biblia azt mondja, hogy egy gazdasági válság idején fogja Isten elkezdeni az élők megítélését. Zephaniah chapter 1. Sofóniás első fejezetéből. Friends, we're there. Barátaim, mi már ott vagyunk. It's time for us to start thinking very seriously about the investigative judgment of ourselves. Ideje nagyon komolyan gondolkodnunk a vizsgálati ítéletről saját magunk vonatkozásában. In the typical, what were the children of Israel doing on the day of atonement? What were they doing? A nagy engesztelési napon mit tettek Izrael gyermekei? They were searching their hearts. Megvizsgálták szívüket, hogy lássák, hogy milyen szívük állapota. They were looking past the behavior and they were analyzing the motives behind it. Túlnéztek a viselkedésen és megvizsgálták az indítékokat, ami mögötte áll. We need to do this, my friends. Mi is meg kell tegyük ezt, barátaim. What's our problem as a people? Mi nekünk a problémánk, mint népnek? We are called Laodicean. Laodicea gyülekezetnek neveznek minket. What does that mean? Mit jelent ez? That means that we have a form of godliness, but we deny the power thereof. Azt jelenti, hogy megvan nekünk a kegyességnek látszata, de megtagadjuk annak erejét. That means we act relatively well compared to others. Azaz másokhoz viszonyítva elég jól viselkedünk. And we appear to be Christians. És keresztényeknek nézünk ki. After all, we go to church on the seventh day. Mert hát végül is mi a helyes, a hetedik napon megyünk templomba. That sounds it. És ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a jó helyen. God's elect just ready and waiting for Jesus to come. Mi vagyunk Isten választott népe, készen várva Isten, hogy jöjjön, Jézus, hogy jöjjön el és vigyen el minket. My friends, remember, it's the motive. Barátaim, vegyük figyelembe, hogy a tetteink mögötti indítékok azok, amik számítanak. Two people can do the same thing. Két ember teheti ugyanazt a dolgot. One of them be pleasing to God, the other terribly displeasing to God. És az egyik kedves Istennek, a másik pedig visszataszító Isten számára. And they're doing the same thing. És ők mind a ketten ugyanazt a dolgot teszik. What makes the difference? Mi a különbség? The motive behind it. Az indíték mögötte. Hogy miért teszik? Az indítékaik.
Why are you here today? Miért vagyunk itt ma? What brought you to church this Sabbath day? What did it? Mi hozott az imaházba ma? Mi az oka, hogy itt vagyunk? The motive makes all the difference. Az indíték az, ami számít. You can be keeping the Sabbath day correctly as far as behavior is concerned, but be disobeying God because you're doing it with the wrong motive. Megtarthatod a szombatnapot helyesen, idézőjelbe, de rossz okból, rossz indítékkal. We need to judge the motives, my friends. Meg kell vizsgáljuk az indítékainkat, barátaim. And what is one of the best ways to judge the motives? What is one of the best ways? És mi az egyik legjobb módja annak, hogy megvizsgáljuk az indítékot? Luke chapter 6 verse 45. Lukács evangélium a 6. fejezet 45. verséből olvasok. And this is the title of our study. És ez az előadás címe. Out of the abundance of the heart. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Let's take it from this verse. Ebből a Biblia szövegből vettem. Let me read. Hadd olvassam el. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. Lukács 6:45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonosz. For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. What does that tell us, my friends? Mit jelent ez nekünk? Mit akar mondani? That tells us that we can discover the condition of our heart by listening to what we say. Azt mondja, hogy a szívünk állapotát megvizsgálhatjuk abból, amit mondunk. We speak out what is really within our hearts. Mi azt mondjuk ki, ami a szívünkben van. And that's not just publicly when people are listening to what we say. That's all the time. What generally comes out of our mouths. És ezt nem csak arra értem, amikor nyilvánosan beszélünk és az emberek hallgatnak minket, hanem általában, amit kimondunk, az a szívünkből jön. You see, please remember that to be a hypocrite, one can put on a good show when important people are around. Egy képmutató ember nagyon szépen tud viselkedni akkor, amikor az emberek figyelik. But we're not looking at behavior, we're looking at the motive behind it. De mi nem a viselkedést vizsgáljuk, hanem a mögötte levő indítékot. And what is the motive behind our behavior? What is, how can we tell what it is? És honnan vehetjük észre, hogy mi az indítéka a tetteinknek, a viselkedésünknek? We can listen to what we say. Meghallgatjuk azt, amit mondunk. Remember, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. Mert a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. If that which comes out of our mouth is good, then our heart is good. Hogyha az, ami a szánkon kijön jó, azt jelenti, hogy a szívünk jó. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonosz. If that which comes out is evil, then that which goes on within is evil. Tehát az, ami a szánkból kijön gonosz, rossz, akkor azt jelenti, hogy a szívünk állapota gonosz. So we need to test our hearts on the basis of what we say. Tehát a szívünket meg tudjuk vizsgálni annak alapján, amit mondunk. And please remember, my friends, the law of reciprocal influence is involved here. De jegyezzük meg, hogy a visszahatás elve is szerepet játszik itt. What does the law of reciprocal influence tell us? Mit mond a visszahatás elve nekünk? Let me repeat it to you. It's found in Ministry of Healing, page 251. Hadd ismételjem meg a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből a 251. oldalról idézem. It is a law of nature that our thoughts and feelings are encouraged and strengthened as we give them utterance. A természet törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink bátorítva és erősítve vannak azáltal, hogy kimondjuk őket. Don't forget this. It is a law of nature. Ne felejtsük el, a természet törvénye. What law do we have here? Milyen törvény mutatok itt be? The law of gravity. A gravitáció törvénye. Always works. Mindig működik. No matter whether you believe it or not. Attól függetlenül, hogy hiszel benne vagy nem. No matter if you want it to or not.
Attól függetlenül, hogy akarod-e vagy nem. No matter who you are. Attól függetlenül, hogy ki vagy. You let go, and it will always drop. Ha valamit elengedsz, az mindig lefele esik. It's law. Ez a törvény. It's the way God made things. Így teremtette Isten a dolgokat. That's what we're talking about. Ilyen törvényről beszélünk. But what is this law of nature? De mi ez a természeti törvény? It is a law of nature that our thoughts and feelings. What are we talking about? Thoughts and feelings combined. A természet törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink. Mi ez a gondolatok és érzések összessége? Miről beszélünk? Answer. What are we talking about? Várom a választ. Gondolatok és érzések összessége. Miről beszélünk? Our character. A mi jellemünkről. Our thoughts and feelings combined make up the moral character. A gondolataink és érzéseink összessége alkotja a jellemünket. So we're talking about something very important here. Tehát valami nagyon fontos dologról beszélünk itt. This directly influences the character that we develop. Ez egyenesen befolyásolja a jellemet, amit kialakítunk. And how does it do? Hogyan teszi ezt? It is a law of nature that our thoughts and feelings are encouraged and strengthened as we give them utterance. A természet törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink erősítve és bátorítva vannak azáltal, hogy kimondjuk őket. Please remember that. Kérlek, jegyezzük meg ezt. You have to be very careful regarding what you say. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mit mondunk ki. Why? Miért? Because everything you say will reinforce the thoughts and feelings behind it. Azért, mert minden, amit kimondunk, erősíti az érzést, ami mögötte áll, tehát amiből származnak a szavak. You can say something that at first you know isn't really true, but you say it anyway. Mondhatsz valamit, amiről te magad is tudod, hogy nem igaz, de mindenképpen kimondod. But in saying it, you reinforce your thoughts and feelings, and you believe that it just might be true. De azáltal, hogy kimondtad, erősíted a mögötte álló gondolatot, és lassan elhiszed azt, hogy talán mégiscsak igaz, amit mondtad. You say it again. És újból mondod. This time, yes, this might be true. És másodszor már te is úgy gondolod, hogy lehet, hogy ez igaz. And you say it again, yes, this is true. És a harmadszor is kimondod, akkor már úgy érzed, hogy igen, ez az igaz. You can convince yourself that something you originally thought was a lie is true by saying it enough times. Meg tudod győzni magad arról, hogy amit kimondasz, az igaz, még akkor is, ha eredetileg tudtad, hogy hazugság, azáltal, hogy elégszer kimondod. That's how important this law is. Ezért ennyire fontos ez a törvény. This is a powerful law. Mert egy nagyon erős törvény. Please know its importance. Jegyezzük meg a fontosságát. Back to the statement. It is a law of nature that our thoughts and feelings are encouraged and strengthened as we give them utterance. Folytatom az idézetet. A természet törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink bátorítva és erősítve vannak azáltal, hogy kimondjuk őket. While words express thoughts, it is also true that thoughts follow words. Amíg szavaink a gondolatainkat fejezik ki, az is igaz, hogy a szavakat gondolatok követik. There's the reciprocal influence, two way. Ez jelenti a visszahatás, mind a két irányú forgalom. Your thoughts directly influence your words, and your words directly influence your thoughts. A gondolataid befolyásolják a szavaidat, de a szavaid befolyásolják a gondolkodásodat. My friends, we usually think about what we say as being either a blessing or a curse to other people. Barátaim, mi általában azt gondoljuk, hogy amit kimondunk, az áldás vagy átok annak, akinek mondjuk. And yes, it is. És igen, ez így van. But my friends, who gets the greatest blessing? Who gets the greatest curse on account of what comes out of our mouth? Who does? De barátaim, ki kapja a legnagyobb áldást vagy átkot? We do. Mi magunk, akik kimondjuk a szavakat. We're the first to hear us. We're the closest to the speaker. Mert mi vagyunk a legközelebb a beszélőhöz. Mi halljuk legelőször ezeket a szavakat. And we are powerfully influenced by what we say. És erősen befolyásol minket az, amit mondunk. Please be careful there. Legyünk nagyon figyelmesek. But it's this close relationship between what we say and how we think and feel that helps us analyze our hearts by what we speak. De ez a szoros kölcsönhatás a között, amit gondolunk és amit mondunk, segít minket megvizsgálni szívünk állapotát. And
that's important for us to do in this anti-typical day of atonement. És nagyon fontos ezt megtennünk most a vizsgálati ítélet alatt. We need to discover what the true motives are. Fel kell fedeznünk, hogy mik a valós indító okai, indítékai. What is behind our quote good behavior? Mi áll a mi úgynevezett jó viselkedésünk mögött? Are we behaving well so that we will look good? Azért viselkedünk jól, hogy jól nézzünk ki. Or are we behaving well so that he will look good? Vagy azért viselkedünk jól, hogy ő nézzen jól ki. Is there a difference there? Van-e valami különbség? There's all the difference in the world. Óriási különbség van. Jesus says, let your good works be seen among men. Jézus azt mondta, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket. The natural man likes that part. A természetes ember, a testi ember szereti ezt a részét. Please notice, I'm up here and I'm preaching to you. Vegyétek észre, hogy én itt vagyok és beszélek nektek, prédikálok. Aren't you impressed with what a good man I am? Nem hat meg titeket az, hogy milyen jó ember vagyok? See, that's the typical way of thinking. Ez a tipikus gondolkodási mód. But what does Jesus say? De mit mond Jézus? Let your good works be seen among men that they might glorify your Father who is in heaven. Hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, a ti jó viselkedéseteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Everything we do must be done to make God look good. Do I hear any men? Mindent azért kell tegyünk, hogy Isten nézzen jól ki, tehát hogy Istennek adjon a dicsőséget az emberek érte. Mondtok egy álmet erre? Please remember that, my friends. Jegyezzük ezt meg, barátaim. God help us do the right things for the right reasons. Segítsen meg Isten, hogy a jó dolgokat jó indítékkal tegyük. To make God look good. Azért, hogy Isten nézzen jól ki ezáltal. Back to our statement. Vissza az idézetünkhöz. While words express thoughts, it is also true that thoughts follow words. Amíg szavaink a gondolatainkat fejezik ki, az is igaz, hogy a szavakat gondolatok követik. If we would give more expression to our faith, rejoice more in the blessings that we know we have, the great mercy and love of God, we should have more faith and greater joy. Ha mi gyakrabban kifejeznénk hitünket, örvendenénk gyakrabban azoknak az áldásoknak, amiről tudjuk, hogy rendelkezünk velük, Isten kegyelmével és szeretetével, akkor több hitünk lenne, és nagyobb örömünk. Do you want more faith? Akartok-e több hitet? Does anyone want more faith? Szeretne-e valaki több hitet? What must you do with the faith that you have? Akkor mit kell tegyünk azzal a hittel, amivel rendelkezünk? You must share it. Meg kell osszuk másokkal, kell beszéljünk róla. This is why the Bible is so continually telling us to share our faith. Ezért int a Biblia olyan gyakran arra, hogy osszuk meg a hitünket másokkal. We think of that as being for others, and yes, it is a blessing to them. Mi azt gondoljuk, hogy ezt azért kell tegyük, hogy másoknak áldásul szolgáljon, és ez igaz, mert az. But who gets the greatest blessing? De ki kapja a legnagyobb áldást? We do. Mi magunk. This is why it is more blessed to give than to receive. Ezért nagyobb áldás adni, mint kapni. Amen. Amen. Because of the law of reciprocal influence, you get the greater blessing. A visszahatás elve miatt, mert mi kapjuk a nagyobb áldást. Does anyone here want more joy? Szeretné valaki több örömet? You want more joy in your life? Szeretnétek több örömet életetekben? What must you do? Akkor mit kell tegyünk? Your gratitude for the joy that God has already given you. Ki kell fejezzük hálánkat azért az örömért, amit Isten már megadott nekünk. And every time you do that, your joy will be increased by the law of reciprocal influence. És ahányszor ezt megtesszük, örömünk növekszik a visszahatás elve miatt. It works. Ez működik. This is a powerful law. Please use it. Ez egy hatalmas törvény. Kérlek, használjátok ki. And it can help us as we analyze our true condition. És segíthet megvizsgálni szívünk valódi állapotát. Turn with me to James, chapter 3. Lapozzunk Jakab apostol harmadik fejezetéhez. You cannot deal with the law of
reciprocal influence without dealing with the book of James. Nem beszélhetünk a visszahatás elvéről anélkül, hogy megvizsgálnánk a Jakab levelét. James focuses on this principle. Jakab foglalkozik ezzel az elvvel. Let's read from chapter 3, verse 8. Olvassuk a harmadik fejezet 8. versétől előre. But no man can tame the tongue. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Did you hear that? Hallottuk ezt? No man can tame the tongue. Egy ember sem tudja megfékezni a nyelvet. So why am I talking about controlling what we say? You hát can't do it. Akkor miért beszélek arról, hogy vigyázzunk arra, amit mondtunk, ha nem tehetjük meg? Why go on preaching? Miért prédikáljuk erről? It says no man can tame the tongue. Itt azt mondja, hogy egy ember sem tudja a nyelvet megszelídíteni. So you just have to go ahead and say whatever you want to say, whenever you want to say. Úgyhogy folytathatjuk azt, hogy azt mondjuk, amit akarunk, amikor akarjuk. Is that what this verse is telling us? Erről beszél az a vers. Is it? Igen. No, it's not. Nem. What is it telling us? Hanem mit mond? No man can tame the tongue. A nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Amen. Amen. You cannot tame your own tongue. Te magad nem tudod megfékezni a saját nyelvedet. You can't do it. Nem teheted meg. Some of you have been trying for years and you can't do it. Egyesek próbáltuk már évek óta és nem tudjuk megtenni. It's impossible. Lehetetlen. What did Jesus say? Mit mondott Jézus? Without me you can do nothing. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. But what does Paul say? De mit mond Pál apostol? I can do all things through Christ who strengthens me. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. Amen. No man can tame the tongue, but as a man depends upon Christ, he can tame the tongue in his power. Ember nem tudja megszelídíteni a nyelvét, de hogyha a Krisztustól függ, akkor az ő ereje által megfékezheti a nyelvét. Amen. Amen. Do you believe that? Hiszitek-e ezt? You've got to believe that, my friends, otherwise I'm wasting my time talking to you. El kell higgyétek, barátaim, különben csak az időket vesztegetjük, erről beszélünk. You gotta have faith in the power of God. Kell legyen hitünk Isten erejében. He can help us do what we can't do ourselves. Ő megsegíthet megtenni azt, amit magunktól nem vagyunk képesek. But what is the source of the problem? De mi a probléma forrása, oka? Let's read on. Folytassuk a... But no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. With it we bless our God and Father, and with it we curse men. We have been made in the similitude of God. Who have been made in the similitude of God? Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. These things shouldn't be happening. Ez nem így kellene legyen, mondja Jakab. Why does the same mouth utter blessings and cursings at the same time? How does that happen? Ugyanabból a szájból miért jön ki áldás is és átok is? Hogyan történhet ez? Ever since the fall, what do we have in our hearts? A bűnbeesés óta mi van a szívünkben? The knowledge of good and evil. A jó és a gonosz tudása. Right? Így van. What fruit did we eat of? Milyen gyümölcsöt ettünk meg? The fruit of the tree of knowledge of good and evil. A jó és gonosz tudásának fájáról a gyümölcsöt. Now out of the abundance of the good, the mouth speaks sometimes, but also out of the abundance of evil, the mouth also speaks. A szívnek teljességéből szól a száj jót, de rosszat is. And that's a problem. Ez a probléma. These things ought not to be. Ez nem így kellene legyen. One of those two knowledges must reign. A két tudás közül az egyik kellene győzzön, uralkodjon.
if we are uttering that which is good and that which is evil, that tells us that there is a controversy between the two, and sometimes the good reigns, sometimes the evil reigns. Hogyha mi kimondjuk a jót, de a rosszat is, az azt jelenti, hogy szívünkben küzdelem van, néha a jó, néha a rossz győz. And this ought not to be, my friends. És ez nem így kell legyen, barátaim. But what is the source of the problem? Hanem mi a probléma oka? Look at the next verse. Nézzük meg a következő verset. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Jakab 3:11. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édes és keserűt? Where's the problem? Hol a probléma? The spring. A forrás. Do you understand that? Értjük ezt. You see, the condition of the water that comes out is determined by the condition of the spring. A víznek a minőségét, a forrásnak a minősége határozza meg. Therefore, if that which comes out is both good and evil, then there is a problem in the spring, the mind. Hogyha az, ami kijön, az jó is és rossz is, akkor a probléma az agyunkkal van. You see, that the mind is the source of what we say. Mert az agyunk a forrása annak, amit mondunk. Let me read from Testimonies, volume 5, page 176. Hadd idézzek a bizonyságtételek 5. kötet 176. oldalán. Listen closely. Figyeljük meg jól. The sin of evil speaking begins with the cherishing of evil thoughts. A gonosz beszédek bűne a gonosz gondolatok dédelgetésével kezdődik. Is that clear? Érthető ez? Where does the sin of evil speaking begin? Where does it begin? Hol kezdődik, honnan indul a gonosz beszéd? With cherishing evil thoughts. A gonosz gondolatok dédelgetésével. It's what goes on in the spring that determines what comes out of the mouth. Ami a forrásban történik, határozza meg azt, hogy mi jön ki a szánból. So if we're going to get complete control over what comes out of the mouth, we have got, by God's grace, to get complete control of what goes on in the mind. Tehát, hogyha teljesen uralni akarjuk azt, ami a szánkon kijön, akkor Isten kegyelméből teljesen kell uraljuk azt, ami az elménkben történik. Can you do that? Megtehetjük ezt. If no man can tame the tongue, certainly no man can control the mind. Ha az emberek közül senki sem szelítítheti meg a nyelvet, akkor bizonyosan senki sem tud uralkodni az agyán. But remember, de jegyezzük meg. What does Paul say? Mit mondott Pál apostol? I can do all things through Christ who strengthens me. Nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. In his power I can control even my thoughts. Az ő erejével még a gondolataimat is tudom uralni, ellenőrizni. Do I hear an amen? Hallok egy áment erre? Do you believe that? Hiszitek ezt? What does Jesus tell us to do? Mit mond Jézus, hogy mit tegyünk? We are to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Every thought. Minden gondolatot Krisztus uralma alá kell hozzunk. Krisztusnak való engedelmesség uralma alá. If Christ tells us to do that, can he give us the power to do it? Will he give us the power to do it? Ha Krisztus azt mondja, hogy ezt meg kell tegyük, akkor megadja ő az ehhez szükséges erőt? Of course he will. Természetesen megadja. This is why all of his commands are actually promises. Ezért neki minden parancsolata egyben egy ígéret is. Whatever he tells us to do, he will enable us to do, my friends. Amit ő megmond nekünk, hogy tegyük, megadja a hozzá szükséges erőt is. You can, in the strength of Jesus Christ, govern your every thought, my friends. Every thought. Isten erejével ti tudjátok uralni minden gondolatotokat. That is the source of the problem. It's what goes on in the mind. Tehát a probléma forrása az, ami az elménkben történik. What comes out of the mouth, what issues forth out of that spring, simply determines what's going on in the mind. Ami a szánkon kijön, amilyen víz a forrásból jön, az
onnan származik, ami az agyunkban történik. So what we've got to do is learn to control the thoughts. Tehát meg kell tanuljuk ellenőrizni gondolatainkat. Proverbs chapter 4 verse 23. Példabeszédek 4:23 azt mondja. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példa 4:23. It's the spring, it's the source of everything we say. A szívünk a forrása mindennek, amit mondunk. Therefore, what must we learn to control? Tehát mit kell megtanulnunk ellenőrizni? The heart. A szívünket. Can we do that? Megtehetjük-e azt? In Christ's strength, yes, we can. Krisztus erejével igen, meg tudjuk tenni. Review and Herald, June 12, 1888. Review and Herald, 1888. június 12-i számában írta Ellen White. We should discipline the mind to think in a healthful channel. Mi kell fegyelmezzük az elménket, hogy egészségesen gondolkodjon. And not permit it to dwell upon things that are evil. És ne engedjük meg neki, hogy elidőzzön olyan gondolatokkal, amik gonoszak. Now who is to do this? Ki kell ezt tegyen? We are. Mi magunk. But in whose strength? De kinek az erejével? In His. Az övével, Jézuséval. But in His strength we can do that. És az ő erejével ezt meg tudjuk tenni. Reading on. Folytatom. The psalmist exclaims, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. A Zsoltáros azt mondja, számnak szavai és szívemnek gondolatai legyenek elfogadhatóak előtted, Uram, aki erőm és aki az erőm forrása vagy és az én megváltó. Why does David ask for God to help him get the victory over the words of his mouth and the meditation of his heart? Why? Miért kéri Dávid, hogy adjon neki az Úr erőt, hogy tudjon uralkodni a szavain és a szíve gondolatain? Because of the law of reciprocal influence. A visszahatás elve miatt. If one is going to be acceptable, the other has to be acceptable, because they directly influence each other. Mert ahhoz, hogy az egyik elfogadható legyen, a másik is elfogadható kell legyen, mert befolyásolják egymást. Please remember that. Jegyezzük meg ezt. Reading on. Folytatom az idézetet. As God works upon the heart by His Holy Spirit, man must cooperate with Him. Amint Isten dolgozik a szívünkben, Szent Lelke által, az ember együtt kell működjön vele. How does God work upon our hearts? Hogyan dolgozik Isten szívünkben? By the power of the Holy Spirit. Szent Lelke ereje által. But what must we be doing? De mit kell mi tegyünk? Cooperating with the work of the Holy Spirit. Együtt kell működjünk a Szentlélek munkájával. Remember that the secret of success is the union of divine power with human effort. A siker titka az isteni erő és az emberi erőfeszítés közötti együttműködés. We can't succeed without Him. Nem tudunk győzni nélküle. But He can't succeed without us. De ő sem győzhet a mi beleegyezésünk nélkül. Amen. We have got to choose to cooperate with Him. Mi azt kell választjuk, hogy együttműködjünk vele. That's the secret right there. Ez a titok. Reading on. Folytatom az idézetet. The thoughts must be bound about, restricted, withdrawn from bracing out, from branching out and contemplating things that will only weaken and defile the soul. A gondolatokat meg kell kötözni. Vissza kell tartani attól, hogy olyannal foglalkozzanak, ami gyengíti és megrontja a lelket. The thoughts must be pure, the meditations of the heart must be clean, if the words of the mouth are to be words acceptable to heaven and helpful to your associates. A gondolatok tiszták kell legyenek, a szívnek gondolkodása
tiszta ahhoz, hogy a szavak elfogadhatóbb legyenek a menny előtt, és hasznosak legyenek azok számára, akikkel társalgunk. Please understand this, my friends. Barátaim, kérlek, jegyezzük meg ezt. Only way. Az egyetlen módja annak, what we say is going to be acceptable to God, hogy amit kimondunk, elfogadható legyen Isten előtt, is if what's going on in the mind is also acceptable to Him. Az az, hogyha amit az agyunkban történik, szintén elfogadható Isten előtt. This is why David prays, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Ezért mondta Dávid, hogy szavai és szívem gondolatai legyenek elfogadhatók előtted, Úram. The words that come out of our mouths, how revealing they are to us if we examine them objectively. Mennyire feltárják szavaink azt, ami szívünkben történik, hogyha tárgyilagosan megvizsgáljuk őket. Please notice I said objectively. És jegyezzük meg, hogy én azt mondtam, hogy tárgyilagosan, objektíven. That's hard for us to do, isn't it? És ezt nehéz számunkra megtenni, ugye? We like to be very kind to ourselves. Mi szeretünk kedvesek lenni saját magunkhoz. We like to make excuses for what we said. És szeretünk kifogásokat hozni azért, amit mondtunk. Oh Lord, you know I wouldn't have said that if He hadn't have said what He said. Uram, tudod, hogy én nem mondtam volna azt, amit mondtam, hogyha ő nem mondta volna, amit mondott. I couldn't help myself. De nem tudtam uralkodni magamon. You understand, don't you? De megérted ezt, ugye? What's Christ's example? Mi volt Krisztus példája? Did people say things to him that were untrue? Mondtak az emberek Krisztusnak olyat, ami nem volt igaz? Did they say things that were unkind? Mondtak olyat neki, ami nem volt kedves? Oh yes. Oh igen. Look at the closing events of his life. Figyeljük meg élete utolsó eseményeit. And what was the secret of his success? What was it? De mi volt a sikere titka? I've noted this before, but I've got to come back to it again. Még beszéltem erről, de újból meg kell említsem. Isaiah 53. Izsaiás könyve 53. fejezetéből olvasom. Please know this. Verse 7. 7. vers. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Izsaiás 53:7. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg. Amen. Amen. He never said a word. Nem szólt egy szót sem. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Three times it's repeated, the secret of Christ's success. Mint bárány, mely mészárszékre vitették, és mint juh, mely megnémul az öt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Háromszor ismerti meg Jézus titkát. Not even one word. Egy szót sem szólt. When he did open his mouth, what did he say? Hanem amikor megnyitotta a száját, mit mondott? Father, forgive them, but they know not what they do. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. He's our example. Ő a mi példaképünk. We need to follow that example, my friends. És az ő példáját kell kövessük, barátaim. Is that important for us to do? Fontos ez számunkra? If we are going to be among the 144,000, hogyha ott akarunk lenni a 144,000 között, and who are those? Kik ezek? Those are the ones who will be translated without seeing death. Akik elragadtatnak annélkül, hogy halált látnának. I believe we all here have the potential of being in that group. És én hiszem, hogy mindenkinek közülünk megvan a lehetősége arra, hogy ebbe a csoportba tartozzon. I believe the Lord's coming that soon. Én hiszem, hogy az Úr olyan hamar el fog jönni. But if we're going to be a part of that group, de ha mi, ahhoz, hogy mi részei legyünk ennek a csoportnak, what does the Bible say about them? Mit mond a Biblia róluk? There is no guile within their mouths.
szájukban nem találgatott álnokság. They have followed Christ's example. Ők követték Krisztus példáját. And why is there no guile in their mouths? És miért nincs álnokság a szájukban? Miért? Because there's no guile in their minds. Azért, mert nincs álnokság az agyukban, az elméjükben. Amen. Amen. They have gotten the victory at the level of their thoughts and feelings. Ők már győztek a gondolataik és érzéseik szintjén. That's why that which comes out of the mouth is always and only like what would come out of Christ's mouth. Ezért az, ami a szájukról kijön, csak az, ami Krisztus szájából is kijönne. There's no guile in their mouths. Nincs álnokság szájukban. I want to be a part of that group. Én szeretnék annak a csoportnak része lenni. Do any of you want to be a part of that group? Szeretne még valaki része lenni annak a csoportnak? We can be. Mi megtehetjük azt. But we must follow Christ's example. De ehhez kell kövessük Krisztus példáját. God can help us. Isten meg tud segíteni minket erre. God will help us if we really want him to. Isten meg fog segíteni minket, hogyha ezt igazán akarjuk. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Korintus beliekhez írt második levél 13. fejezet 5. versét idézem. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourself that Christ is in you, unless indeed you are disqualified? 2 Korintus 13:5. Kísértsétek, vagyis vizsgáljátok meg magatokat, ha a hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivérén, ha méltatlanok vagytok. Right there, my friends, is what we should be doing during these closing moments of the antitypical day of atonement. Right there. Barátaim, ezt kell tegyük, ezzel kell foglalkozzunk a nagy engesztelési nap utolsó napjaiban, utolsó idejében. Meg kell vizsgáljuk magunkat. And what's the best way to do that? És mi a legjobb módja ennek? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. We need to listen to ourselves. Kell hallgassuk azt, amit kimondunk. We need to analyze what comes out of our mouths. Kell elemezzük azt, ami kijön a szánkon. We need to learn what's going on in the mind from what comes out of the mouth. Meg kell tudjuk, hogy mi történik a gondolkodásunkban abból, ami a szánkon kijön. And by God's strength we have to have the victory over the wrong thoughts. És Isten erejével le kell győzzük a rossz gondolatainkat. We need to learn to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Every thought. Meg kell tanuljunk minden gondolatot alárendelni a Krisztusnak való engedelmességnek. And I promise you, my friends. És ígérem nektek, barátaim. If you're bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hogyha minden gondolatot foglyulejtünk a Krisztusnak való engedelmességnek. You will have complete control over every word that comes out of your mouth. Akkor teljesen uralni tudunk minden szót, ami kijön a szánkból. In the strength of Jesus Christ. Jézus Krisztus erejével. Amen. Amen. Remember what we shared last time? Emlékszünk arra, hogy miről beszéltünk legutóbb? Something that each one of us can say. Valamiről, amit mindenki elmondhat közülünk. Do you remember it? I asked you to write it down. Megkértelek, hogy írjuk le. Emlékszünk még rá? It's given to us from the pen of Ellen White. Ellen White írja ezt nekünk. In the strength of Jesus Christ, I will be a conqueror. Jézus Krisztus erejével győző leszek. Do you remember that? Emlékszünk még el? Please believe that we can get these victories, my friends. They are possible in the strength of Jesus Christ. Kérlek, higgyétek el, hogy mi tudunk győzni. Ez lehetséges Krisztus erejével. You can't
get these victories in your own strength. It's impossible. Saját erőtökből nem tudtok győzni, az lehetetlen. No man can tame the tongue. Egy ember sem tudja megszelídíteni a nyelvet. No man can control his thoughts. Egy ember sem tudja uralni a gondolatait. But every man can tame the tongue and control his thoughts in the strength of Jesus Christ. De minden ember tudja uralni gondolatait és szavait Jézus Krisztus erejével. Amen. Do you believe that? Hiszitek ezt? I wish I could get some response from you. Szeretnék egy valamilyen választ kapni tőle. Do you believe it? Hiszitek ezt? It's true. Igen, ez igaz. But I want you to believe it, because if you don't believe it, it's not going to happen for you. De szeretném, ha elhinnétek, mert ha nem hiszitek el, akkor nem fog megtörténni. I can simply tell you the truth, but you have to hear it, and receive it, and believe it, and apply it. Én elmondhatom az igazat, de ti meg kell halljátok, el kell higgyétek, és kell alkalmazzátok, ahhoz, hogy működjön. If you don't do that, you're just going to leave here, and there's going to be no difference in your life. Ha ezt nem teszitek, akkor csak hazamentek, és semmi változás nem történik életetekben. And we have wasted 1 hour and 20 minutes with you. És akkor elpazaroltunk egy óra és 20 percet. God forbid that that happened. Remélem, hogy ez nem fog így történni. Az Úr őrizzen ettől. I want you to change for Christ's sake. Mert szeretném, ha megváltoznátok Krisztusért. I want you to believe these things. Szeretném, ha elhinnétek ezeket. Will you say it with me? Megismétitek velem? In the strength of Jesus Christ, I will be a conqueror. Jézus Krisztus erejével győzni fogok. Say it with me. Come on, say it with me. Mondjuk együtt. Jézus Krisztus erejével győzni fogok. Say it like you really mean it. Come on, now say it. Úgy mondjuk, mintha hinnénk is. Jézus Krisztus erejével győzni fogok. That's not good enough yet. Come on, you can do better than that. Ez nem elég jó. Ennél jobban is mondhatod. Say it like you really mean it. Úgy mondjuk, mintha hinnénk is. In the strength of Jesus Christ, I will be a conqueror. Jézus Krisztus erejével győzni fogok. I pray that you believe it. Imádkozom azért, hogy higgyétek is el ezt. Apply it. Alkalmazzátok. Live by it every day. Éljetek ezzel minden nap. And I promise you. És ígérem nektek. You will be a conqueror. Hogy győzni fogtok. Amen. Isten áldjon meg. Kérlek, segítsél meg, hogy ne csak megértsük, hanem el is higgyük. És segítsél meg, hogy azt válasszuk, hogy alkalmazzuk is életünkben. Father, we need to examine ourselves. Atyánk, meg kell vizsgáljuk saját magunkat. We need to look past the outward behavior and ask ourselves what are the motives. Túl kell néznünk a külső
viselkedésen, és megkérdezzük azt, hogy mi az indíték ezek mögött. Mert az indíték az, ami valóban számít. Teach us to examine our motives by listening to what comes out of our mouths. Tanítsál meg, kérünk, megvizsgálni indítékainkat azáltal, hogy megfigyeljük, hogy mi jön ki a szánkon. That's the spring from which all of our thoughts and feelings pour out. Mert a szavaink forrása a gondolkodásunk, onnan származik minden. The only way we can really tell what's going on there is by listening to ourselves speak. És csak úgy tudjuk meg, hogy mi történik ott, ha megfigyeljük saját szavainkat. Help us to gain the victory over wrong thoughts and feelings. Segítsél meg győzedelmeskedni rossz érzések és rossz gondolatokon. That we might gain the victory over every wrong word. Azért, hogy uralkodni tudjunk a rossz szavaink fölött. Le tudjuk győzni azokat. I thank you that you will do this. Köszönöm, hogy megteszed ezt. But we ask it in Jesus' name. Mert Jézus nevében kértem. Amen. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, nagy örömmel. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Az egyedül bölcs Istennek, ami megtartunknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen. Amen.